Ha azt kérdezném önöktől, hogy melyik lehet Budapest legfőbb látványossága a turisták szerint, valószínűleg nem, hogy háromból, de százból sem találnák ki. Lehet még a kerületet sem, amiben van. Előbb már előttük a poént, egy lőtérről van szó, de a vendéglők között is váratlan eredmény született. Múlt héten megmutattuk Budapest legrosszabbra értékelt helyeit, most következzenek a legjobbak, Vidós Mihály riportja. Amit most látnak, az Budapest legkedveltebb turista látványossága. Igen, jól látják. Ez a lepukkant gyárterület rejti ugyanis a Keleritas Shooting Clubot. A hely gyakorlatilag egy lövészklub, ahol mindenféle éles fegyverekkel lövöldözhetnek a vendégek. A Keleritas annyira népszerű, hogy a Dunapart vagy a Halászbástya jóval lemaradnak tőle a TripAdvisor listáján. Az eddig értékelő 602 vendégből 529-en adták a legmagasabb osztályzatot a Keleritasnak. Volt, aki a személyzetet minősítette első osztályúnak, más pedig azt írta, ez volt eddigi élete legemlékezetesebb élménye. Fölföldi Péter éppen bort kóstoltat a vendégeikkel. A helyszín a turisták által legjobbnak tartott budapesti étterem, a Zeller Bistro. Ennek a 7. kerületi öreg bérháznak a pincéjében másfél éve próbálják elvarázsolni a vendégeket. Anna és Péter egy párként vágtak bele a közös üzletbe. A vidéki ételeket próbálják keverni a modern gasztronómiával. Azt mondják, őket is meglepte, hogy ekkora sikerük lett a TripAdvisor kíméletlen világában. Szerencsénk volt, mert kedves vendégek jöttek, és nem kritizálni jöttek, hanem azért jöttek, hogy élvezzék, jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak. És azt hiszem, hogy azon múlik, hogy nem kiszolgáljuk őket, hanem vendégül látjuk. A külföldi vendégeket is abszolút a szívünkön viseljük, és barátként próbáljuk kezelni, hogy többször visszatérjenek hozzánk, és ne csak azt nézzük, hogy minél több pénzt lehessen egy számlába beletenni, hanem hogy jól érezzék magunkat, az a legfontosabb nekünk. Másfél év alatt 1057 értékelést kapott a Zeller Bistro, ebből 844-en kiválónak látták az éttermet. A szöveges értékelésekben azt írják, hogy otthon érezték magukat, vagy hogy a legjobb ételek mellett a dolgozók a legjobb élményt is nyújtják. Ez pedig már a főváros legjobbra értékelt klubjának bejárata. Az instantban persze csak éjszaka pörög fel az élet, de akkor itt mindenki megtalálja a magának való partit. 7 bárpult és ugyanennyi zenei helyszín szórakoztatja a vendégeket, akik hálásan pontozzák is ezt a TripAdvisoron. 221 értékelőből 139 adott kiváló minősítést az instantnak. Egy holland lány szerint például fantasztikus volt megismerni ennyi különböző embert egyetlen éjszaka, de akadt olyan is, aki úgy érezte magát, mintha egy nagy házi buliban lenne. Ebbe a szobába valószínűleg kevesen tértek még haza önök közül egy nehéz nap után. Nem is csoda, hiszen ez a város legjobb szállodájának legjobb lakosztálya. 5-6 ezer euróba kerül itt egyetlen éjszaka. A Four Seasons Hotel Gresham Palota mai helyszíneink közül talán az egyetlen, amelyről TripAdvisor nélkül is minden budapesti tudja, hogy kiemelkedik a fővárosi mezőnyből. There is no secret. A szálloda francia igazgatója szerint nincs egyetlen titok, ami megmagyarázná a sikert. A legfontosabb szerinte a szálloda 240 dolgozójának körültekintő kiválasztása, amely során nem a végzettséget, hanem a hozzáállást értékelik a legtöbbre. Nagyon megtisztel bennünket ez az elismerés, ami természetesen nem magától értetődő. Ez minden dolgozón kemény munkájának az eredménye, és nagyon büszkék vagyunk rá. Nagyon keményen dolgozunk, hogy különleges élmény legyen itt lakni a vendégeinknek, és ez az eredmény. Persze a város is sokat számít, ami gyönyörű, a szálloda épülete egyedi. Ezeknek az elemeknek a keveréke adja, hogy a Four Seasons Gresham Palace tartják a legjobbnak a városban. A Gresham Palota 963 értékeléséből 855 kiváló. A kommentek szerint tökéletes helyszín, nagyszerű kiszolgálás jellemzi, míg más szerint, ha nem itt száll meg valaki, az egy nagyszerű élménnyel lesz szegényebb. Élmény, felkészült személyzet, jó és kedves kiszolgálás. Budapest legjobb helyeinek talán ezek adják a közös pontjait. A szerencsés turisták ezeket az élményeket viszik haza magukkal tőlünk, és el is mesélik ezeket, ezzel pedig további turistákat irányítanak a jó helyekre. Itt talán végül majd csak ilyenek maradnak talpon. Vidós Mihály, Hír 24.